Martényi Árpád, a Rákóczi Szövetség alelnöke és az Eszterházi János Emlékbizottság elnöke arról beszélt, hogy a kitelepítésekkel egy időben megindult egy úgynevezett reszlovakizációs törekvés is az akkori Csehszlovákiában. Janics Kálmán a Hontalanság évei című könyvébe írja le ezt az egész tragédiát, ami tulajdonképpen három nagy részből áll, a deportálásokról, az, hogy Cseh és a kitelepített németek helyére kivitték a magyarokat, szinte rabszolga munkára említettük. Ami a mi megemlékezésünknek a fő témája, az a lakosság csere kapcsán ide telepített magyarokról szól. A deportálás 30-40 ezer magyar embert érintett, 90-100 ezer embert érintett a lakosságcsere. De nem beszélünk arról a legördögibb harmadik részéről ennek az egész Benesi dekrétum halmaznak, a reszlovakizációról. Kitalálják azt, hogy tulajdonképpen elmagyarsodott szlovákok vagytok, ha szlováknak valjátok magatokat, akkor megtarthatjátok a saját házatokat, földeteket, együtt maradhat a család, és itt maradhatok a ősi lakóhelyeteken. Hát nem egy ördögi dolog. Tagad meg a magyarságodat, és akkor itt maradhatsz. Hát az. Az és körülbelül 300 ezer magyar mély lelki vívódások közepette, gondolém én ma itt felnőtt fejjel, azt az utat választotta, hogy szlováknak vallotta magát, reszlovakizálta magát, ahogy a korabeli csehszlovák terminológia ezt meghatározta. Bárdos Gyula, a Csemadok Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség elnöke köszönetét fejezte ki Tatavárosának a megemlékezésért. Erősít bennünket az, hogy vannak barátaink, és vannak akik segítenek bennünket, különböző téren, különböző helyen, és nagyon örülök, hogy ilyen barátaink közül itt ülnek ennél az asztalnál, illetve a teremben többen. És Engedjék meg, hogy a Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közméldési Szövetség a Csemadok nevében, amelynek elnöke vagyok, és amely társadalmi szervezetnek több mint 50 ezer tagja van, így a legnagyobb Kárpát-medencei civil szerveződés, az ő nevükben is köszöntsem önöket, és megköszönjem polgármester úrnak, Tata városának, szőgyénieknek, a szőgyéni tataiaknak, tatai szőgyénieknek, hogy erre a megemlékezésre, erre az együtt elhívtak, hogy együtt emlékezhettem önökkel, itthoniékkal és otthoni magyarokkal. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és bízom abban, hogy ami elhangzott a keresztnél, a korábbi beszédekben is, hogy húsvét volt nem régen, hogy lesz még magyar feltámadás a felvidéken is.